tudjátok, hogy Golgota Délpest a szeretet helye. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a közösségre, mert hisszük azt, hogy ez az egyik nagyon fontos alapillére a hívő életünknek. Ugye egymagában még szeretni se tud az ember. A szeretethez legalább kettő kell. Szükségünk van a közösségre. A közösség formál minket, bátorít minket. Ugye volt már több tanítás ebben a témában, kicsit most ezt szeretnénk folytatni. Múlt héten házanként találkoztunk, és ennek az egyik célja az volt, hogy jobban megismerjétek egymást. És a közeljövő, hogy folytatjuk ezeket a találkozásokat, szeretnénk azt, hogy nagyjából ugyanaz a csoportok jöjjenek össze, hogy tényleg legyen pár ember, akivel elmér a kapcsolatotok. Na már most, hogyha valaki nagyon nem érezte jól magát valahol, akkor persze nyugodtan lehet, de hogy ilyen is volt. Keresd meg a helyedet, ahol be tudsz csatlakozni a jó kis közösségbe. A másik ok, amiért csináljuk, az pont az, amiről a 23. Zsoltár szól. Hogy a Német Laci az én pásztorom, nem szűkölködöm. Vagy nem így van. Gojdács. Köszönöm, kedves vagy, azt hiszem, az lenne nagyon rossz nektek. Az Úr a pásztorunk. És hogy viszont ugye a kultúra, amiben élünk, az a gyülekezeti környezet, ahol fölnőttünk, sajnos nagyon gyakran nem ezt mutatja. Ugye azt látjuk, hogy van a pápa, meg a papok, vagy van a püspök, meg van a lelkipásztor, meg van a nem tudom kicsoda, és akkor ők majd tudnak tanítani, és akkor ők majd megtanítják, hogy hogyan kell élni. A Biblia azt mondja, hogy azon a napon senki nem fogja többé az ő barátját tanítani, hanem mindannyian Istentől tanítottak lesznek. És én hiszem, hogy ebben a korban élünk, hogy Isten erre vágyik. A teremtéskor azt olvassuk, hogy hűvös hajnalon Isten ott járt a kertben. Ilyen kapcsolatban voltunk Istennel, hogy itt beszélgetett. Ádámnak meg Évának nem volt szükség, hogy Ádám tanítsa sok mindenre. Biztos volt egy-két dolog, de Isten használ minket is egymás életében, de alapvetően Isten erre a kapcsolatra vágyik velünk, hogy napról napra vele járjunk. De hogy amit látunk a környezetünkben, hogyha a politikára gondolunk, ugye mindig vagy a Viktor, vagy a Feri, vagy valaki, vagy éljenezzük, vagy mondjon le, de hogy a nagy vezető, vagy vannak ilyen, szeretünk bálványozni, szeretünk bálványokat csinálni. Ugye könnyebb, hát ő mondta, hát Isten mondta, hát nem én, meg a pásztor mondta, de Isten azt szeretné, hogy nőjünk föl, hogy legyünk felnőttek. Úgyhogy ezt szeretném, ha kicsit megnézném, hogy hogyan tervezte Isten a gyülekezetet, a közösséget. Úgyhogy olvassuk fel, két ige szakasz lesz. Az egyik az Efézusiakhoz írt levélből, 5. rész, 1-től 27. versenyig. Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek. És járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves jó illatként. Paráznaság pedig, és bármiféle tisztátalanság vagy kapzsiság még szóba se jöjjön közöttetek, amint az a szentekhez méltó, sem trágásság vagy bolond kétértelmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy kapzsinak, aki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztus és Isten országában. Senki titeket be ne csapjon üres beszédekkel, mert ezek miatt jön el Isten haragja a hitetlenség fiaira. Azért ne legyetek részesei ezeknek. Egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban. Tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei,
mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak, és ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. Mindaz pedig, amit a világosság leleplez, napvilágra jön, mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól gondoljátok meg azért, hogy hogyan jártok. Nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok, azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. A bortól meg ne részegedjetek, mert abban zűrlöttség van, hanem teljesedjetek be lélekkel. Beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben. Énekeljetek, és mondjatok dicséretet a szívetekben az Úrnak, mindenkor mindenért hálát adva a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és az Atyának. Ezért engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében, az asszonyok a saját férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi a feleségnek, amint Krisztus is feje az egyháznak, és ő maga a test megtartója. De ahogyan az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, mint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt, vagy ránc, vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. És a másik ige szakasz pedig ehhez hasonló, a Kolossében érkezik levélből, második rész 6-8-as versi, majd utána a harmadik rész 12-19-ig. Tehát Kolossé 2-6-8. Azért, amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, így járjatok is ő benne, meggyökerezve és benne felépülve, megerősödve a hitben, bővölködve a hálaadásban, ahogy arra tanítottak titeket. És a 3.12.19. Öltsétek magatokra azért, mint Isten választottai szentek és szeretettek. Könyörületes szívet, jóságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást, és kölcsönösen megbocsájtva egymásnak, ha valakinek valaki nem panasza volna, amint Krisztus is megbocsájtott nektek, ti is úgy tegyetek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletességnek köteléke, és a Krisztus békesség uralkodjék a szívetekben, amelyre elhivattatok egy testben, és háladatosak legyetek. Krisztus beszéde lakozik bennetek gazdagon, minden bölcsességgel, tanítsátok és intsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, szívetekben háladással énekeljetek az Úrnak, és mindent, amit csak tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyétek, általa hálát adván az Atya Istennek. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban, ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántus keserüket, fiúk. Ez Isten igéje. Ugye itt azt látjuk, hogy növekedjetek fel, erősödjetek meg, bátorítsátok egymást naponta zsoltárokkal. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség vezetőkre. Ugye a példabeszédekben azt olvassuk a 11-14-ben, hogy vezetés nélkül elbújik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó. Vagy a 29-18, hogyha nincs kijelentés, nincs látás, mennyei vezetés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítás. Ugye az Új Szövetségben is Pál ezt mondja az Efézusi levél a 4. részében, hogy Isten adott vezetőket, adott tanítókat, de nem arra, hogy uralkodjanak a nyájon, hanem arra, hogy legeltessék, hogy fölkészítsék a szenteket a szolgálat munkájára. Mert ugye a munkatársaddal
az iskolatársaddal nem én fogok találkozni. Nem a német Laci fog találkozni. Ha valaki eljön a házi csoportba, vagy a háziisten tiszteletre, akkor se a német Lacival, vagy a édesapámmal még egyik vezető a gyülekezetben még találkozhat, de ha pont nem hozzánk jön, akkor veletek fog találkozni. És hogy Isten titeket is fel akar készíteni arra, hogy, hogy vezessetek. Pál azt mondja a zsidókhoz írt levélben, az 5. rész 12. verse, hogy mostanra már tanítóknak kellene lennetek. És ezt az egész gyülekezetnek írja. Tehát nem csak egy-két vezetőnek, akik, hogy na fiúk, mostanra azért már le kellett volna már doktorálni is teológiából legalább, hanem az egész gyülekezetnek írja, hogy ha Istennel járunk, ugye ahogy olvastuk az Efézusi levélben, meggyökerezünk és felépülünk. Ha Istennel járunk, akkor Isten elkezd ránk bízni embereket, barátokat, aztán egy családot, amit vezetni kell, az ismerősöket. Tehát valahol mindannyiunkat arra hív Isten, hogy növekedjünk, hogy vezessünk ott, ahol a helyünk van. Ilyen szempontból nagyon-nagyon hálásak vagyunk itt a gyülekezetben a vezetőkért, mert nagyon sokan vagytok. Sok szolgálat van, például a takarítás szolgálata, oda is még szükség van egy-két emberre egyébként, de hogy annak is lett vezetője. Van, aki a gyerekszolgálatot felügyeli, vannak, akik elmennek és gyerekotthont látogatnak. És ezt olyan jó látni, de hogy Isten nem szeretné, hogy itt megálljunk. Ugye ugyanúgy, mint ahogy ezt Tom Ford is mondta, hogy mint egy apuka, aki látja, hogy a kisgyereke megtette az első pár lépést. Nagyon-nagyon örül. De aztán, jó, a totyogás után most tanuljon meg járni. És Isten így szeretne minket tovább vinni ezen az úton. És hogy azt hiszem, hogy pont ezért mondja ott az Efézusi levél 5. részében, hogy ugye senki be ne csapjon üres beszédekkel titeket. Ugye ez az 5. rész 6. verse. Hogy akkor is, és ma is nagyon sok hülyeséget lehet hallani. Elő fog fordulni, hogy Laci vagy én is mondunk olyat, ami lehet, hogy nincs összhangban a Bibliával. De akkor a ti dolgotok lesz, hogy gyertek oda, hogy figyeljenek, utána észteni, szerintem nem így van. És hogy ugye máshol mondja Pál, hogy ne hagyjátok, hogy mindenféle tanítás szere ide-oda soroljon titeket, mert jönnek. Mindenféle szerek vannak, ugye van, amiket jól ismertek, ugye ez a gazdagság, nem tudom, ez a prosperity teaching, angol így mondják, hogy ha te keresztény vagy, és igazán hiszel, tehát ha igazán a te hited erős, hát akkor áldott leszel. Hát meg van írva, hogy az angyalainak parancsol, hogy hordozzanak. Hogy betegség nem közelít hozzá. Tehát, hogyha ha beteg vagy, vagy esetleg nem megy olyan jól a munka, hát akkor jöjjön az életedben. Most azért ilyenkor szeretném, ha föltenni ez az ember a kezét, akinek nincs bűn az életében. Ilyen nem... Ti is jól tudjátok, hogy ez hülyeség ez a tanítás. Isten nem azért áld meg, nem a hitünk miatt áld meg minket. Nem azért áld meg minket, mert a jó keresztények vagyunk, kegyelemből. És bizony, megenged nagyon nehéz időszakokat is az életünkben. Sivatagokat. Pont így a házi csoporton múlt héten ez volt a fő téma, hogy szép-szép ez a sivatag, csak lassan már vége lehetne. Többen azt mondták, hogy most már a homokbuckákból elegük van, és valami kis oázis vagy tengerpart jól jönne. Vannak ilyen nehéz időszakok. De hogy ezért fontos, hogy ismerjük meg Isten. Ugye a másik oka miért, hogy törekedjünk arra, hogy őt megismerjük személyesen. Mert Isten olyan különleges és csodálatos. Igazából egy ismerés arra, hogy megismerjük. Ezért mondja az Ószövetségben, hogy ne csinálj képmást, ne próbáld meg.
ha azt veszed észre, hogy te már így nagyon jól tudod, hogy Isten igen, ezt így csinálja, úgy csinálja, akkor állj meg egy kicsit, kezd el újból, vedd elő az igét, olvasd. Isten végterem. Tehát Isten 7 nap alatt teremtette ezt a világot. Mennyi minden kreativitás lehet még ott Istennek, mennyi minden van még ott. De visszatérve a közösségre, hogy ugye Isten megismerése egyrészt történik személyesen, ezért is kell az, hogy, keressük őt az igében, csendességben, imádságban. És a mai kultúránkban ez eltűnt. Nem tudom, hogy, ki az, aki néhogy leszokott ülni, hogy csak úgy gondolkozzon. Végig gondolja a napját. Van, ilyen valaki? 1, 2, 3, 4, 5. Az arányt érzitek. De hogy én is pont ezen gondolkoztam, hogy, amikor visszanéztem a hetemre, mert ugye ilyen szempontból jó, hogy tanítani kell az embernek, hogy meg kell kicsit állnia és végig gondolnia, hogy volt 2-3 olyan nap, ami reggeltől estig így csináltam a dolgomat. Nincs benne a kultúránkban az, hogy, megálljunk, hogy gondolkodjunk, hogy szemlélődjünk, és ez egy olyan dolog, amit, érdemes megtanulni, hogy, Istent jobban megismerjük. És ugye a, másik fontos része ennek, ahogy, tudjuk egymást bíztatni, az a közösség. Azért, mert amit te megismertél Istenből, azt lehet, hogy én nem ismerem. Ahogy most Bogi elmondta ezt a bizonyságtételt, kis tanítást, reggel, nagyon örülök neki, mert hogy én igazából így, még ezen nem gondolkoztam. Hogy jé, tényleg, hát az idős testvér is ott volt, tehát hogy az egy hülye idős testvér, ő a szemét félre rakjuk. De ott azért sok minden van, meg mi van, ha én, kerülök ilyen helyzetbe. És hogy, ez, ezt köszönöm meg, ez így nagyon elgondolkoztatott, és hogy talán lehet, hogy pont erre gondol itt Pál, hogy, egymás között Krisztus beszédre lakozzon veletek gazdagon, minden bölcsességgel tanítsátok és nincsétek egymást. Azért legyünk őszinték. Nem, tehát ugye így felolvasom ezt, hogy Krisztus beszédre lakozzon veletek gazdagon, minden bölcsességgel tanítsátok és nincsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkénekkel, szívetekben háladással énekeljetek az Úrnak. Vagy ugye az Efézusban ugyanezt írja. Én zenész vagyok, meg szeretem az éneklés, de amikor ezt ugye készültem, és ezt így, ezen így átmentem, akkor úgy voltam vele, hogy ne. Tehát ez ilyen, nem tudom, ilyen tudod, megy le a napfény, rózsaszín, minden, és akkor ilyen nagyon szép fényekben ott, mindenki dicséri az Urat, és minden olyan szirupos, tehát hogy ilyen, ezt most komolyan gondolja Pál. Nem tudom, hogy csak én érzek így, hogy ez egy kicsit sok ez a mindig háladással, meg mindenben, meg, zsoltárokkal, meg... Nem, csak nem tudom, így meglepődnék, hogy hazamegyek, és akkor... Nem csak te érzed. Igen, mert anyukám sem fogadott még úgy otthon, hogy áldott vagy te az Úrnak gyermeke! Azt hiszem, hogy meg is jöhet. Gondolkoztam, hogy ez hogy gondolta Pál? Mert ha ezt így elképzelem, akkor egy ilyen nagyon nyálas amerikai, legrosszabb ilyen keresztény sorozat szintjére süllyed le, de mégis ezt mondja az ige. Nincs rá válaszom. Tehát itt most nem fogom megmondani nektek, hogy ez hogy lehet. De hogy valahol azért néha már átéltem azt, hogy, van egy-két olyan jó barátom, akikkel tudom, hogy, akárhányszor találkozunk, otthon érzem magam velük. Tudom, hogyha beszélgetünk, akkor nem az lesz a téma, ami a munkahelyen, meg a média, hogy már megint ez mit csinált, meg a főnököm milyen szemét, meg a kollégám is mit csinált, mert ma ez a divat. Hanem, amikor velük találkozom, akkor tudom, hogy, fontos dolgokról beszélgetünk. Tudom, hogy, a legtermészetesebb dolog az, hogy beszélgetünk valamiről, és akkor nézzük már meg a Biblia, ezt mondja, hogy ja, tök jó, igen. Vagy ha valami fölmerül, hogy, nem tudom, egyik barátunk beteg, akkor jó, akkor imádkozzunk. Megállunk, imádkozunk, és, tehát, hogy ilyen szerves része az Istennel a közösség az életnek. És azt hiszem, hogy valami
ilyesmire bíztattál minket, hogy ezt tanuljuk meg. Aztán, hogy tovább gondolkoztam, az jött eszembe, hogy tulajdonképpen ez nem is olyan meglepő, hogy ez így furcsa. Hiszen már eleve az, hogy Isten itt az egyházat megteremtette, hogy minket ide összerakott Krisztusban, mindenféle különbözőségre volt tekintet nélkül. Már ez is egy csoda. Ez valami természet feletti. És így ez jött eszembe, hogy igen, tehát amit itt olvasunk, az egy természet feletti, egy más szóval földön túli dolog. Ezen a földön, ha elkezdünk így élni, ha ugye a házisten tiszteletek szépen mennek tovább maguk útján, és elkezdjük szeretni egymást még jobban, törődni egymással, akkor azon csodálkozni fognak az emberek. Az egy szokatlan dolog lesz. Úgyhogy, hogy ezt hogy tudjuk csinálni, arról fogalmam sincs, de törekedjünk erre. A másik dolog, ami nem tudom, ami egy kicsit nálam kivette a biztosítékot, amikor itt Pál azt írja, hogy mindig mindenkor szüntelenül panaszkodjatok. Az úgy benne, nem? Nekem megy, tehát én panaszkodás az tök jó megy mindig. De nem, sajnos azt mondja, hogy hálásak legyünk, és így azért gondolkoztam, hogy ott szegény Pál börtönben volt, biztos nem kapott eleget enni, meleg is lehetett ott a börtönben, tehát lehet, hogy félre beszélt. De aztán olyan sok helyen írja ezt a hálás dolgot, hogy sajnos kénytelen voltam elhinni, hogy biztos komolyan gondolta. És úgyhogy csak ennyit tudok mondani Pállal, hogy ezt gyakoroljuk. Gyakoroljuk, hogy hálásak vagyunk. Így. Na, nem, még nem zárásként. Még egy gondolat. A zárás, akkor még két gondolat. Az egyik gondolat, nem tudom, föltűnt-e, amikor olvastam az ige szakaszt, hogy mikor erről beszél Pál, hogy hogyan viselkedjünk egymással a gyülekezetben, hogyan beszélgessünk, akkor rögtön utána tovább megy, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében, az asszonyok engedelmeskedjetek saját férjüknek, ti férfiak szeressétek feleségeteket úgy, mint Krisztus szerette az egyházat. És hogy ugye itt a Bibliánk sajnos eltöri a szöveget, de ez itt egy gondolat. Nem tudom, férjek, milyen érzés lenne, hogyha hazaértek, és a feleség azzal fogad, hogy képzeld drágám, Isten annyira tök jó dolgokat csinálta majdnak, és ez is ez a jó dolog történt, és neked milyen napod volt? Vagy ha feleségek, nem tudom, hogy a férjetek így fogadna titeket otthon, háladással, örömmel. Azt mondom, hogy nem véletlenül rakta össze Pál ezt a két gondolatot, mert szerintem lényegesen melegebb családi fészkeink lennének, ha így állunk hozzá egymáshoz. Ami egy fontos gondolat, hogy a görög szövegben nem az a szó van, hogy engedelmeskedjetek, inkább azzal lehetne jobban visszaadni, hogy rendeljétek alá, emeljétek fel a másikat magatok fölé, rendeljétek alá magatokat egymásnak. És azt hiszem ez fontos dolog. Mert hogy nem arra hívott el Isten, hogy így vakon, hogy azt mondta, a férjem ezt kell csinálni, és akkor ez van a férfi, meg asszony engedelmeskedj, hanem hogy ugye Pál pontot kezdik, hogy egymásnak rendeljétek alá magatokat. És ha mind a ketten azon dolgoztok, hogy a másikat felemeljétek, de ez ugyanígy igaz barátságokra is, vagy éppen gyerekszülő kapcsolatra, ha azon dolgozunk, hogy egymáskor tudjuk felemelni, akkor abból egy növekedés lesz. Ha pedig azon dolgozunk, hogy tudjuk lenyomni a másikat, akkor az csak egyre lejjebb fog menni. És végül, ugye, mi fog történni, amikor egyre közelebb kerülünk egymáshoz? Mi fog történni, ahogy növekszünk a közösségben, egymás irántól szeretetben?
Azt mondja Pál a Efézus 4-ben, ott az elején, a második versben, hogy teljes alázatossággal, szerítséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretetben. Én tudok elviselhetetlen lenni, ugye anya? Így van. Tehát minél közelebb kerülünk egymáshoz, annál jobban észre fogjuk venni egymás hibáit. Egy lelkész írt is egy ilyen könyvet Amerikában, hogy mindenki normális, amíg meg nem ismered. És ez így van. Úgyhogy nem véletlen, hogy... Ó, igen, nem. Bocsánat, én kérek elnézést. Vannak tökéletesek is között. Az a sor. Rossz előjúzó. Hogy erre készüljetek fel, hogy ha elkezdünk Isten útján járni, elkezdünk vele járni, egyre jobban megismerjük őt, egyre kellemetlenebb lesz önmagaddal együtt lenni, mert kezdesz majd rájönni, hogy hú, hát vannak itt gázok. És bizony egymás felé is, mikor úgy, hát, hogy nagyon próbálok jót tenni a másiknak, az meg nem veszi észre, hogy visszaél vele, vagy egyszerűen csak bunkó, ilyesmi, az fáj, vagy igazságtalanság. És minél közelebb vagyunk, ezek elő fognak jönni. De hogy Pál azt mondja, hogy igen, itt tudunk formálódni, itt tudnak kicsit lesimulni azok az élek. Ugye a példabeszélekbe azt írja a Biblia, hogy vassal formálják a vasat. Az ott bizony szikrázik, azt kalapálni kell, így formálja egyik ember a másikat. Isten erre hív minket, hogy növekedjünk benne. És én hiszem azt, hogy ahogy elkezdjük ezt csinálni, ahogy fölvállaljuk azt, hogy szeretünk, hogy Isten legyünk. És ez nem megy a magunk erejéből. Tehát ezt, remélem, ez tiszta mindenkinek, hogy ezt mi nem tudjuk. Egy ideig úgy tudunk persze hasonlítani egymásra, nagyon szépen. De ha nem megyünk oda Istenhez naponta, hogy Uram, azt hogy bírom elviselni ezt? Most miért a mi házi Isten tiszteltünkre jön? Miért hozzá? Miért nem? Miért pont velünk akar közösségbe lenni? Ajaj. Neveket nem mondok. Szükségünk van Istenre. De hogy nagyon sok áldást fog készíteni Isten. Látni fogjuk az ő munkáját a saját életünkben, és hiszem azt, hogy ahogy így elkezdünk járni Istennel 3 év múlva, 5 év múlva, ezek a házi Isten tiszteletek gyülekezetek kérülnek, ahonnan újabb házi Isten tiszteletek indulnak, amik újabb gyülekezetek kérülnek. Isten erre vágyik. Kire bíznátok a gyerekeiteket? Miért adjátok be a gyerekszolgálatba a gyerekeket? Azért, mert tudjátok, hogy olyanok vannak ott, akik már bizonyítottak. Látszik a gyerekeken, hogy jól foglalkoznak velük, hogy törődnek velük, hogy szeretik őket, hogy keményen fölkészülnek. Mert az egy gyerekisten tisztelésnek ugyanakkor a munka, nem több munka, szerintem több munka fölkészülni, mert én úgy elvárhatom, hogy azért úgy ne aludjatok el nagyon, próbálok figyelni, egy-két folyt beszúrom, akkor azért úgy föl lehet tartani az érdeklődést. De gyereheknél, hogyha nem mondasz 2 percenként új dolgot, akkor önnétek háza. Azért bízzuk rájuk a gyerekeinket, mert értenek hozzá. És hogy Isten is ránk szeretne bízni embereket. Értünk hozzá, hogy mit csináljunk egy emberrel, akit Isten odahoz elé? Hogyan tanítsuk meg őket Krisztus követésére? Mert a megtérők imája az egy kis lépés a folyamatban. Erre hív Isten, hogy legyünk tanítványok és tanuljuk meg tanítványokká tenni az embereket, és meg fogjátok látni, hogy fog rátok bízni embereket. Lehet, hogy nem mindig olyat, amit szeretnél. Pont, nem tudom, Adrian Press ismerjük. Annyira tetszik a könyvében, hogy ugye pont a legidegesítőbb munkatársa az,
akit Isten rábíz. És hát látjuk, hogy aztán így másfél év után kb. A szavakönyvben meg is tér ez a munkatárs, de hát addigra félig fölőrni Adrien idegeit. Nem tudom, hogy Isten kit fog rátok bízni, de szeretne. Úgyhogy, hogy ezzel a biztatással akarlak titeket most elengedni erre a hétre, hogy keressétek Isten, növekedjetek. Isten az, aki a növekedést adja. Egy dolgunk van, odafordulni hozzá, bele lenni. Legyetek közösségbe egymással. Ne lepődjetek meg a szikrákon. Úgyhogy Isten erre hív minket. Mennyi az idő? Még pont van annyi idő. Használjuk ki, még van 7 perc félig, ugye akkor van a gyerekszolgálatnak. Szeretném, hogy egy kis csoportokban, 3-4-5 fő, forduljunk össze. Imádkozzunk, hogy amiket hallottunk, az, hogy nem tudom, valahogy ez a... Igen, már én sem emlékszem, nem tudom, ez a cikkel. Hogy jó? Hogy mondtam? Valami nyári tábor én mindent, hogy ide. Csak pontosan akartam így. Hogy ez nagyon jó lenne, hogyha megvalósulna valahogy a mai kornak megfelelően, hogy zsoltárokban beszélgetünk egymást, hogy bátorítjuk egymást, és nem tudom, hogy hogyan, és nem tudom, hogy nem lesz ilyen vallásosság szagú, de ezért is imádkozzunk, hogy ebbe találjunk bölcsességet. És kérdezzük meg Istent, hogy mi az, ahol növekednünk kell, kit akar ránk bízni. Úgyhogy most akkor kis csoportokban így 3-4-5 ember forduljunk össze.